Ja, akkor majd éjféltől fog indulni az F1 maraton. Persze. Hogyne. Gáz van a képpel? Komolyan? El van csúszva? El vagyunk csúszva, tuti. Hát ezt nem hiszem el, megőrülök. Egy pillanat türelmet kérnék, gyorsan meg beállítom. No, kérem szépen. Jós, felmérjük a terepet. Hát a mai nap Azerbajdzsán, Kanada, Francia, Lajdi, az szerintem tuti le lesz tolva. Remélhetőleg a kormány bírni fogja. Erre a Lajdira egyébként hoztunk nagyon kis okos kis fejlesztéseket. Itt látható, hogy azért óriásit léptünk előre. Az Alfa Taurit, igazából a mögöttünk lévőket, Alfa Taurit, Williamset, Alfa Romeo-t, Haast, kegyetlenül elvertük, úgyhogy ez rendkívül örömteli. Az előttünk lévőkön is nagyon sokat hoztunk összességébe, kivéve a Mercedes. És egyébként az a nagyon fura, most, hogy látjuk a Mercedes-t, hogy milyen autójuk van, és mégis, bakker, nézd meg, Hamilton 11 ponttal rendelkezik, Bottas 23. Hihetetlen. Hát hogy? Hát lényegében a Mercedes simán lefejleszi az Aston Martint, és azt nem értem még, hogy hogy a csodába történhet meg ez. Hát az Aston Martin mi a szar csinál? Hát a megbízhatóságot fejlesztik, vagy mi a csuda? Hát két nagyon tapasztalt versenyző van, és ezt azért emelem ki, mert a játék díjazza, hogyha egy tapasztalt versenyződ van. Mert hogy minél tapasztaltabb egy versenyző, annál nagyobb a tapasztalati szint, és annál több fejlesztési pontot hoznak. És hát Alonso és Ricardo elég tapasztalt, és érthetetlen, hogy ők miért nem hoznak sok pontot. Vagy hát ezt miért nem költik el? Furcsa. Na de tényleg jól állunk most. Egészen jól állunk, nagyot léptünk előre. Francia rajdira még azért tudunk hozni fejlesztéseket, én úgy számoltam legutóbb. Úgyhogy megindultunk fölfele most, én úgy érzem. Ezért vagyok ennyire pozitív. Hát aerodinamikában még mondjuk azért elég csúnya dolgok vannak. Hogy a... Ki Andor? Hát nemrég volt F1 kibeszélő. Ából úgyhogy mindig szokott lenni. Itt, ahogy van egyébként F1-es nagydíja valóságban, mindig van időmérőn és verseny alatt. No. De ha van valami konkrét, még egészen egyben sokkal konkrétabb kérdésed, nyugodtan. Williams. Következő játékban várom a Williams nagyon. Az lesz majd az igazi. Nézzük ezt a beállítást. I've had a chat with the R&D team about the new car parts and we're happy that they've been integrated into the car, okay? With any luck, you'll be able to Azerbajdzsánba mindig jól szoktunk menni. Mindig jól. Valahogy egyszerűen mindig jön a lépés. Aztán persze nem mindig sikerül jó eredményt elérni végül, de a tempó az összességében jó szokott lenni. Remélhetőleg most is majd ez jó lesz. Bár nyilván ugye egyenesekben szoktunk nagyot hasítani, főként kanyarogós részeken túlélése játszunk. De remélem, hogy most sikerül majd jó eredményt elérni. Mi a Bence? Mire gondolsz, Andris? Ilyen Vettel Alonso?
Közben nagyon leült a chat. Mi történt? Mindenki olvassa a szennyportálokon a komment szekciókat? Vagy mi a bánat történik? Vagy mindenki már elment mocskolódni? Egy nem lehet. Vagy lehet, hogy be kellene vezetni egy új trendet, hogy lehessen. Na, gyerünk, osszátok, szarozzátok a Jóskát, szarozzátok a Pistát, gyerünk. Visszamentek aludni. Hát nem hiszem. Hoppá, hoppá, hoppá. Ilyen fejlesztéseket hoztunk ide? Várjál, csak motorfejlesztés? Eléggé bizonytalan az autó eleje, olyan kis lomha, alulkormányzott. Nincs az első tengen tapadás. Szomorú vagy, hogy kiesett Verstappen. Hát én, az megértem. Ja. Imola, Andor. Emilia Romagna rajzi. Itt vagyunk, csak figyelünk. Hol van? Az biztos nagy ünnep lesz. Így van, Andor is. Igen. Erre a futamra egy ötödik helyet jósolsz? Jó. Hát, hogy nagyjából kiegyeznék vele végül is. De csak nagyjából, jó? Egészen nem rossz az autós kacok, azt kell mondjam. De most valahogy megint úgy élvezetesnek érzem. Ezt kell majd jó belőlnünk. És erre a pálya ezen pontján kell egy jó stabilitás. Autótól 6 tizedes hát, ez jó. Majd itt a végén behozzuk úgyis. Tiagi. Á, nem. Schumacher ügyes gyerek, Mick Schumacher. Ugye az eredményeket valahogy össze kell hozni. Tehát annyira rossz versenyző nem lehet. Nem egy Stroll. Ami azért már egész jó dolog. nem egy Stroll Mazepin szint. Igen, elég magasra tettem a lécet. Igen. Örülök, hogy nem én mondtam ki. Jufa valamit nyilatkoz, kérlek. Jufa egyébként, azt tudni kell Jufáról, hogy ő Mick Schumachernek a menedzsere. Szóval, ha valaki valamit nem ért Schumacherrel kapcsolatban, akkor akár nyugodtan tőle személyesen is lehet megkérdezni ezeket a dolgokat, mindenre tudja a választ. Mindenre van kifogása. Válasza. Jufa, itt vagy? Haló? Lehet, hogy már szerintem nyomott egy RQ-t. Á, vicc az emberek, gyerek. Tuti már mondja magáét. Vicc, hogy nem értik? Hihetetlen. Hát legjobb.
Szájszak szalagszva. Köszönöm, Willi bár, köszi a szurkolást. Szervusz. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Pá. Other Pain's Roll. Latifi. Hát első hely Stroll, utána Latifi és aztán Mazepin. Egyértelmű, ez napnál is világosabb szerintem. Hát nem olyan hülye rossz Stroll, de Forma 1-es mezőnyhöz képest katasztrófa. Nem odavaló. Gyenge. Menjen más kategóriába, alibizni, az kész. Itt erről van szó. Engem ugyanolyan verne, mint a húzat. Még nagyon-nagyon-nagyon több millió embert, az egészen tuti. De tartsuk már a sziszedben és egyben nézve, hogy ez a autóversenyzésnek a csúcsa. Ide ilyen versenyzők nehogy már ott legyenek, tehát könyörgöm. Jaj. Kormányom nagyon szereti ezeket a balos kanyarokat. Van, szedje meg. Ja, hát a megve is biztos, hogy utána vásárolni magunknak egy csapatot. Így van, tehát ilyen, eléggé ilyen vicc, ilyen viccessé válik, igen. Komolytalanná válik a ilyen versenyzőktől, Artifice-ról. Én úgy gondolom. Basszus. A fáját. A Alpin uralja. Tényleg, Verstappen előtt vagyunk. Menj már! Jaj, megjöttünk a Forma 1 második, harmadik szezonjába. Beváltak a fejlesztések. Így van. Ádival beszéltem két nagy díj között, hogy figyelj Tata, adjál meg egy-két tippet, merre induljunk el. És ő megmondta. Hasítunk. És alig nyomtam. Valaki most már szólhat a Botinak, hogy erről már nem divatos beszélni. Ez már így, ez olyan, mint amikor így egy a nagy beszélgetés, mennek ott a nagy, óriási nagy témázgatások, és így valaki egyszer csak így elkezd beszélni az időjárásról. Mi? Hogy jön ez ide? Ó, van, mondd csak. All complete. Mechanics, please stand clear. Again, Boti. We're ready to go.
Hogy van? Kanada, Francia és Ausztria? Valami ilyesmi. De hogy volt, Boti? De csak bebeszéled magadnak. Aston Villát láttam. Nem ugyanaz. Hát igen, igen, Zsig. Kubáher megelőzött. Atya úristen. Nem már. De pont egy házszal. Ó, Istenem. Nem már, gyerekek. Ne. Ezt a megaláztatást. Ja, Fettel már levezet. Aha, most ez lesz majd az új kedvenc mondat. Kifogás. Igen. Ő már most a jövő évi szabályokat rakja össze fejbe, mert ő lesz az új versenyigazgató. Ja. Igaz. Careful with the front wing, you've taken some minor damage. Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Nem jók ezek a balos kanyarok. Elmozdul a kormányom a helyéről. Kanyar közben. Elkezdem fordítani a kormányt és így odébb ugrik az egész. Itt is, hogy jön a féktáv. Olyan, mint hogyha így felkönnyülne, vagy elkönnyülne, vagy hogy kell ezt mondani. Az egész rúd lényegében. Tehát nem maga a kormánykerék, az jó. Hanem az egész rúd elmozdul. Olyan, mint hogyha belül egy tartó elpattant volna benne. Ami meggátolta volna ezeket az elmozgásokat. Okay, just want to remind you to keep meg lehet amúgy ezt szokni, csak...
We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Plusz egy olyan dolog, amit meg kell szokni. Igazából ennyi. Ez ilyen probléma vele. And get a feel for how to control them. Ja, ideális. Ja, jó. Andrés! Jó az autó, nagyon gyorsan érzem. Kurva jók leszünk. Rengeteg van a körünk. Azt a... Ez hihetetlen. We've had to spend time repairing the damage to the car. Ó, ég. Brutál. Kibán tudjuk hozni, amit Gasly. Kibán. Hát volt, hogy félgázzal mentem az egyenesbe. Szóval ezt hozni kell. Kíváncsi voltam arra, hogy Andrisnek igaza van-e. Hát... Nem is tudom. Andris, lehet, hogy átvertél. Hát azért... Alakul. Hogyan kellene módosítani ezt az utykot? Hányadikak voltunk a sebességmérési pontnál? Volt a legjobb, 5. helyezett, ugye? 5. Hát mennyit jöttünk? 3-21? Vagy valami hasonló, ugye? Ja! Jó, Andris, persze. 3-18? Hú, Benni, kösz. Aha. Csak azért, mert itt gondolkodom az első szájnövelésen, mert nem tűnik eddig túlságosan magabiztosnak a Verda. A kutya fáját. Megnézzük így a Verdát. Gyorsba. Őrze cápa letté.
Hoppá. Mint ha elvegyünk majd még egy körre. Kutya fáját, ilyen kemény gumink van, 3.18 megint. Ja, és akkor ilyen erres használattal 3.18, egész jó. Egész jó, jól van, szuper, nem rossz. Nem, sikerül jó belőni a bukkanót, a hurkát, akkor az a nyerek. 1-2 tized. Azért sok. Jó kell belőni az autót, és akkor simán nem mozdul el. Mert ez nehéz, de sok teszt kell. Gyerünk. Komoly tesztekben vagyunk, hogy a lehető leg... A lehető legjobb autónk legyen majd, mert képesek vagyunk egy jó eredményt elérni most, nagyon. És ezzel újra felhívnánk magunkra figyelmet, úgy gondolom. Mondom, hát ha így gyorsabban veszünk. Ude kopik a hátulja, azt a kurva életbe. Brutális. Nagyon-nagyon durva. Ez kegyetlenül kopik. Uram, atyám! Aj, annyi mindent kéne megnézni, tehát nincs kapacitás. Hanc egye meg. Ki a Gábor? Gyerünk.
Ágy és közepes között. Hú, 6 tized van csak. Ha. Nem túl jó. Baszki. Ha most mi lesz velünk? Várjál csak, következő szabad edzés. Hát elvileg lesz eső is. De mikor? Van 28 percünk még, lehet, hogy akkor itt megyünk idővérős köröket. Nézzük, mikor jön az eső. Ha... Ó, gondolom 30-45 perc után. Hát jó. 35 fok lesz a versenyen. Úristen. Ez nem normális. Ez kegyetlen durva. Hát teljesen agya beteg. Időmérős tempót itt meg tudjuk csinálni vajon? Vagy hagyjam ki a francba? Nem foglalkozom. Inkább én nem is foglalkozom. Nem. Úgyis leszimuláljuk, az kész. Ez egy szabad edzésünk tisztán a meg. Hát ez bőven elegendő. Megtankoljuk picit jobban az autót? Így? Nem. Időmérős szimuláció. Teljes mértékben. Gyerünk! Everyone ready? Okay, let's go. Ráligatunk menet közben az autón. Egy-egy próbálkozás között az az elképzelés van most. De meglátjuk, hogy melyik a jó megoldás. Hát ez a lágygumi azért már elég jó lesz. Fogunk tapadni rendesen. De nem lesz most probléma. Gyerünk, hadd szóljon. Egy másodpercet nyertem? A tolatással? Vagy a megforgással? Vagy mi? Hát persze, hát hogyne. Csak egyet? Ó. Tisztán benne, hogy többet sikerül. Ilyen kis kezes bálán ilyenkor az autó. Jaj, de jó. Ilyenkor nagyon jó irányítani. Csak ahogy elkezdjük föltekerni a motort, mindent, elkezdünk kicsit jobban sietni, aztán hoho, jön a probléma. Fuel is marginal, box within two laps. Box this lap, please, box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line.
say that last lap was a 1:37.4. Kírjon már valamit. Most nem jó kör? Vagy most mi történt? Nem hiszem el. Hogy mindenki sokot kaptál! Sokot kaptál! Jó volt, de legalább jó volt! Jó volt! Csupasz! 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 Istenem, hát nem igaz, megint a dalpáriság. Hát csak előjön mindig. Le kell vágni a 15-ös kanyar. 15-ös kanyar, így tudod, 15-ös kanyar. Ez akkor 15-ös kanyar itt, ami végtávnál, ami van most itt, ami jön, ez a 15-ös. Hát le kell lesz vágni, hát persze, hát. Különben nem leszek e-sport ready. This lap, please. Box this lap. Kötelező. No tire concerns at the moment. Over. Focus on the driving. Gyönyörű bajuszka. Szép. Törölgess csak, hát ha elkopik. Megpróbáljuk más, vagyis ismét máshogy. Látjuk, hogy melyik a jó. Rándékosan állítottam ilyen drasztikusan. Kíváncsi vagyok, hogy mi változik. Szívesen, szíved. És nem álltál meg? Ó. Oh. Azt hiszem, hogy kellett nekem mondani. Ez itt fog csesztetni engem megállás nélkül, gyerekek. Jó, hagyjuk figyelmen kívül. Nem tudom, mennyit bír még majd ez a kormány, gyerekek. Én erősebben gondolkodom új kormányon. Néha azt érzem, hogy a váltás is más úszik. Tegnap éreztem ezt először. Viszont volt, hogy kétszer feljebb lévő fokozatban maradtunk. De ez egyelőre nem egy olyan gratulálok idióta. Ez nem egy olyan dolog egyelőre, amire úgy lehetne még támaszkodni, szerintem. Várjuk ki a végét. Ezeket csak és kizárólag amúgy azért mondom, hogy sajnáltassam magam,
és felértékeljem az elért eredményeket ezáltal, hogy hú, hát meg félkézzel is, hogy túlja. Ennyi. Hajrá. Túltolta. Gondolom, nagyon szépen köszönöm neked a megborítós 32. hónap. Köszönöm szépen. Nagyon nagy tapsolat nekem. Neked, köszönöm szépen. Azt mondtam nekem. Na mindegy. De nekem is amúgy. Nem. Ma mindegy. Ez később állnak. Köszi, Gadam. Hát most egy Fanatec-szettél, az olcsó az... az olcsó is kurva drága, az a helyzet. Az igen! A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Zon 3-ig feliratkozott, itt is egy 30-as, már. Nagyon szépen köszönöm, Zonex! Az innen tartsa, szervusz! Köszönöm szépen! Köszönöm minden jótoknak. A várnál, Peti? Én is a picikét. Vagy a gaver miatt? A pörögess fel magad? Repairs have set us back a little. 600 euró. És melyik, milyen motor? Pedál. Úgy minden. Privátba írd le, légy szíves. Hát, ha elnyeri a tetszés. Ilyen dologban nem szeretek egyébként én használtat venni, mert... De nem. Hát, na jó, gyerünk. Köszönöm, egy founding. Köszi. Átha. Egyébként ezt a kormányt is használtan vettem. Hát úgy használtan, hogy nem is volt használva. Csak valaki megvásárolta lényegében, és... Nem jutott el addig, hogy használja. Milyen kormánykerékkel van egyébként? Forma 1-essel? Ezzel a tepsivel? Vagy a rendesen egy kerek? Mert akkor már inkább a tepsi lenne jó nekem. Nem féleképpen, akkor már legalább... Csak ETS-e milyen hülye nézze az ki? Jézusom! Oda idiótán nézze az ki.
Jó ég. Ó, kabarés lenne, na. Valljuk be. Vagy nem valljuk be? Hát én már nem is tudom. Kell bevallani meg mit nem. Á, értem, értem. Gadam 97 szurkol, X 100. Töker is azzal nyomta annó. Forma 1-es kormánnyal. Jó. Jó, hát most persze lehet azt, arra is használni, hogy de. Box this lap, please. Box this lap. Kicsikét fura. Köszönöm szépen, Gadam, a szurkolást. Bam. Bam, bam, bam. Jönünk. Pörgesd föl magad, ha bármi van, bassz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgy is jobban szív, mint bármelyik csajod. Mit csinálok? Szus. Hetetlen. Ekkora hibákat hogyan lehet már? Fáját. Gadda, nagyon szépen köszönöm neked a vendégfeliratkozást. Köszönöm szépen. Óriási tapsikat kívánok. Így vissza. Újra. All personnel be aware, car leaving. Nem hozó zavarba. Egyszerűen csak túltalom. Nem jó itt tesztelni, basszus, nem szeretek. Sose tudom, sose kapok normális választ a kérdéseimre, az a baj. Az zavar engem nagy. Az meg. Komoly. Istenem. Ne már. Ezt a szégyen. Az meg. Ó, röpüljünk ki. Hát nem érdekel. Gyerünk. Idióta AI szétkoptatja a gumimat. Levezetőn, kivezetőn. Jóságos ég. Nézzük a teletankolt autót. Csak jó lesz. Ennyi. Időmérő működjön, jó? Semmi nem érdekel. Gasly, DePaula, and Lewis Hamilton. And if today's...
És abban lehet még egyébként bízni, hogy ez egy elég kopott erőforrás, ami volt az autónkban most. Ha jól emlékszem, de ezt mindjárt meg is nézzük. 51%, hát... annyira nem kopott azért. Ez túlzás. No de. Jöjjön az időmérő amúgy, tehát... Gyerünk, össze kell szedni magunkat. Gyorsan itt a programokat megcsinálgatjuk. Mindent. Kellenek a fejlesztési pontok. Kellenek a fejlesztési bónuszok. Minden kell. Ében. Minden is. Ezeket most kell ragadni. Na még egy. Add már be, légy szíves. Meg akkor ezt is. Szia, Gabó. Ja, erre meg már nincs idő. Arra viszont van. Ha. Akkor majd a következő szabad edzéssel leszivonáljuk. Hát minden oké, és mentek itt a nagy tesztelések most, Gabó. Jön az időmérő edzés. Tokon belül. Ja, fejlesztünk egyet, aztán... Aztán tényleg jön az időmérő most már. Nem húzzuk az időt. Nem mint hogyha most eddig húztam volna, csak... kell tudni dolgokat az autóról. Lehet, hogy csak úgy vakon bevenni egy-egy ilyen nagy díjra, időmérőre, versenyre. Nagyszerű. Ide megvan. Dobunk egy erőforrás cserét, hogy ez nem maradjon-e véletlenül se. Rendkívül fontos ez. Elég sok pontot zsebre vágtunk, ez jó. Mondjuk azért okon egy picikét csipkedhetné magát ilyen téren. Nem bánnám. Bár ez több mint 860 pont, ami befolyt most, úgy körülbelül. Vagyunk a többi 800-nál. Kettes, azt betesszük. Egyébként, amikor a kettes erőforrást alkalmaztuk, akkor mindig nagyon rosszul sikerült az időmérőedzés. Úgyhogy én ettől az erőforrástól most nem futamodom meg, hanem azt mondom, hogy itt teszünk pontot a végére, és egyben azt jelenti, hogy ezt a tendenciát most megtörjük szépen. Ja, és hát csak és kizárólag a DRS-t tudjuk fejleszteni. Ez nem túl örömteli, hát nincs más lehetőség. És 18% esély van arra, hogy a fejlesztés során valami probléma adódik. 18%, az nagyon-nagyon kevés. És a motornál is körülbelül ennyi volt, és 3-ból 3 eddig rossz volt. Ami azért 2000 pontunkba került. Mi fogtuk és kihajtottuk az ablakon. No, meg volt minden. Időmérő edzés. Egyszer volt, hogy úgy jöttem az időmérő edzése, hogy egy nagyon gyenge motorral, és azóta mindig olyan érzésem van, mint amikor elindulsz otthonról. És azon kattog az agyat, hogy bazd meg, bezártam az ajtót. Bezárt? De nem zártam be. Á, de hogy nem bezártam. Mi? Nem. Úristen, nem zártam be. Mi a fene? Ez teljesen ilyen. Padlóig rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Reson 46 feliratkozott. Azt a leborult szivar végig. Gabó, nagyon szépen köszönöm neked az ajándék feliratkozós bombát. Pörgesd föl magad, az bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik. Nagy tapsiat kívánok. Iked. Golfos Szotyola feliratkozott. Köszönöm szépen. Hálás köszönet. Pörgesd föl magad, az bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Szutti feliratkozott. Pörgesd föl magad, bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod.
Gyerünk. Hadd szóljon. Megpróbálunk közepesen bejutni a Q2-be. Pörgést föl magad, bármi van, baszd fel egy napszemüveget, oh, rúgj gázpadlóig, rúgj ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A Q2 közelében nem voltunk még, de most közepesse bejutunk majd, ugye? Persze. Hogyne. Pedig miért ízottunk minden időmérőn, hogy ú, gyerünk 16. hely! Vagy 15. Most meg közepessel. Na csak figyelj. Ámulj és bámulj. Remélem jól fog viselkedni az autó. Á, Q2-ből soha nem tudtam még Q3-ba beütni, viccen kívül, soha. De Q1-ből Q2-ben már igen, és ez azért jó, mert spórolunk lágygumit. Több gumi marad a Q2-re. Tire condition is still looking good. Ah, nem elég jó. Basszus. Nem elég jó. Less than a lap of fuel now. Jakalmi. Tank is empty. Mi a helyzet? Nagyon jó kör, kör egyébként, mint hogy időbe. Egészen jó kizsó. Egészen jó. Nézd meg, föltartja a csapattárs. Ja? De ő meg miért előz meg Okon? Ő miért tud megelőzni? A Williams meg miért nem előz meg? Nem értem. Ez szerintem Okon felvezető körül. Tehát a levezető körön lévő az nem előz meg, a felvezető körön lévő viszont igen. De nem értem, ezt hogyan találta ki így a fejlesztő, vagy miért, mi volt itt az ok.
A levezető körül lévő hogy tolja már neki? Ilyen, tehát ilyen tempóval senki nem megy a levezető körén. Ez full non-RP. Hát ez... ez teljes mértékben nonsense. Ilyen, így... tehát akár... akár visszad a következő eseményre a gumit, akár nem. Mindenhogy lassan fogsz venni, ahol csak lehet óvod a gumit. Mert sose lehet tudni, mikor fog jól jönni az. Na, jó van. Jó. 2-3%, azt a... de jó ilyet látni. Na, hát föl kell rakni a lágyat sajnos. Ezzel is egyébként próbálkozhatnánk még, de... szerintem rakjuk föl a lágyat, az kész. Maximum azzal menjünk majd 2 kört. Rakjuk föl. Aztán másodperc egy gyorsabb kör talán sikerül összerakni. Aztán ennyi. Basszus, ez egy nagyon jó verseny lesz most, úgy néz ki. Nagyon-nagyon bennünk van a tempó. Okon 7 tizeddel ment, nem, ja nem, nem. Fél másodperccel ment jó. Mi van? Hova jön Okon? Hol van? Ja, megy még. Okont én megvárom. Mindjárt befejezi a körét. Hova jön föl? Azt mondom, hogy 8. Hát nem, 11-2. 11-2. 11. Hajdem, basszus. Elénk. Ó, hát őt meg tudjuk verni. Az nem vészes. Majdnem összetörtük magunkat, majdnem a C1-en sávfordítóban neki toltam a falnak egy helyen az autót. Ott pár ezeret biztos elment és picikét úgy belassult az autó, ilyen észrevétlen volt. Megint ugyanaz, mint ami Monakóban is volt, hogy egyszerűen az autó olyan, mintha ennek nagyobb lenne a hitboxa. Mint az eddigi autóinknak. Valahogy azt érzem, hogy nem olyan széles ez az autó, mint ami itt látszódik. Mint amit innen érzel, látszódik. Kicsit furcsa dolog ez, de ezt érzem. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Na, jöjjön a lágy. Ezzel meg lesz szerintem. Ezzel meg kell lennie. Kötelező. Tehát ha azt nézzük, hogy a gumik közti különbség 6 tized lágy közepes között, akkor már csak azért is meg lesz ez, mert jobb ez a gumi. Szóval ennyi. Hát ennek be kell jönnie. Hát egy fél másodpercet, hogyha találunk, az már nagyon-nagyon-nagyon jó. Ja, így van, Kalmi. We have 2 laps of fuel remaining. Rendben a Borailo, de most miért? Fogadtál? Ennyi pontot raktál föl. Nem is fogadtál. De csak így szimplán izgulsz miattam, de kedves vagy. Hát ezt nem hiszem el, ilyet sem láttam még. Hát ez hihetetlen, sok ember példát vehetne rólad. Őrület. Ja, most érkeztél. Jó. Oké, szervusz, jól van. Oké. Hajrá, Bala. És nézd oda, hogy kizökkentettél, látod? Hát majdnem itt baj lett. Majdnem kicsikét megigazítottuk az oldaldobozkát. Baszki.
with tire wear for now. Keep taking care of them. Tire concerns at the moment, just focus on the driving. Remélem ez elegendő ahhoz, hogy tovább jussunk. Nem futottunk egy jó kört, volt egy óriási hiba, hát fél másodperc benne maradt a körünkbe. Ami egyébként elég jó hír. És végre megint elverhetjük a csapattársunkat, nagyon érik az a verés ismét. Na, rendben, üdvözlöm. Rendben a Borailó. Igazítjuk, kukosba sicsut. Jó, jó, de jó. Na, a sicsutty FC-sen. Így van, Benny, egyetértek. Nem kell sietni, ráérünk. Általában ezt akkor szoktad érni, gondolom, amikor ellenem fogadtál, de most nem ellenem fogadtál. Akkor miért érzem azt még mindig, hogy valami, mint hogyha baj lenne a füled mögött? Ez miért van? Furcsa érzés. A rendkívül furcsa érzés. Visszajövünk a boxba és imádkozunk. Hogy meglegyen a továbbjutás. Az a baj, hogy én már nem érek föl még egy körre szerintem. De ugye nem bugolnak be az idők. Megkockáztassuk ezt most. Hopp, hát most bevállalok egy 500 eurós bírságot. De nincs miből fogadni, mi? Gondolom. Gyerünk apukáim, gyerünk. Ki van zárva, hogy fölérjek? Vagy fölérnék? Ezzel a gumival megpróbáljuk. When you're ready. Let's go. Nem akarnám ezt a elkótya vetjéni. Ja, jó, rendben, Bédoc. Bele, de elnéztem, nem előre néztem, hanem a térképet figyeltem. Ők már gyors körön vannak amúgy. Csak az a baj, itt a várnál kicsit megvadultam, aztán meg túl jól vettem be mindent. Láttam, hogy éreztem, hogy itt már óriásit veszíthetünk, aztán ilyenkor kicsit elkezdek ilyen agy nélküli vezetésbe átmenni. Úgyhogy itt elég nehéz dolgunk lesz most majd, itt lehet, hogy még majd bukni fogunk picikét.
mint a 12 óra sikeredett. Ilyen Q3-asra sikeredett. Az meg. Kopott gumival, ott a fél másodperc. Könnyedű. Nagyon jó. Kopott gumival. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. És még látszott most is, hogy azért bizony-bizony, azért voltak itt ingadozások. Van ebbe még? Óriási! Gyerünk tovább, hadd szóljon! A kérdés már csak az, hogy ezt ki tudjuk-e hozni magunkból. És megelőztük Okont. De bocskosú szoros. Egy nyolcadik hely szerintem hozható. Ugye? Hú! Basszus! Ez már nagyon biztató. Milyen sima Q3. Hát azért csak Filo van. Ha kérhetem. Mi az olcsi? Hát, de az a 4-10-ed, az nem tudom, hogy hát hogyan lesz kihozva az autó. Hát az olyan kör lesz, hogy nekiállok vetkőzni. Nézzek, 6 tized, de volt ez már lassabb, te jó Isten. Cséletbe bele. Kemény. Set. Everyone clear? Car to track. Gyerünk. Ez már kicsit ilyen bajnok, te címvédős tempó. Ezt kéne tovább tolni.
No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. Issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Less than a lap of fuel now, the tank is empty. Bepánikoltam itt a végén, bassz meg. Tegye meg. Elkezdtem itt gondolkodni. Nem értem, miért gondolkodom. Elkezdtem túlságosan is előre gondolkodni, bassz meg. És nem csak rutinból menni. Hát nem kellett volna itt most gondolkodni azon, hogy hogy vegyem be a féktávot. És konkrétan úgy kezdtem el fékezni itt a 15-ös előtt, most már ezt is tudom, 15-ös. A következő nagy féktávon, hogy azt sem tudom, hol a fékezési pont. Komolyan mondom ezt. Nagyon megzavar. Idióta, mit csinálsz? Ez borzasztóan megzavart. Nem igaz. Abszolút az én hibám. Kurva életbe bele. Szia Antal. Hát forma egy volt. Tegnap is, ma is, tegnap 8 óra, 7.50-kor volt a kezdés, ma 6.50. Hát ennyi, Forma 1 volt, amiatt. Ki a Dominika? A Discordra dobjad be anonima. Más is meg tudja nézni akár egész nyugodtan. Pipix okosság. Hát! Az biztos van. Biztos van néhány embernek a tarsolyában. Ki a korona? F1 TV mod. Ennyi, ez a legjobb. Ne tegyél be, úgyis elvegy.
az a baj, több körre meg már nem lesz idő. Nem is jöttünk amúgy olyan jó kört. Mi a fene? Hogy? Első. Hát... Mindegy. Checks complete. We're ready. Utálom a legjobb, amikor nincs mért körünk. Normális. Hát mondjuk... Tuda vigyel! Menjünk fiúk, ne húzzátok az időt. Essünk túl rajta. Persze, Black Frog. Csak hát jó kell eltalálni, ugye? Meg azt sem tudom, hogy lehet máshogy bevenni, szóval. Mindig ezt erőltetem. Mindig ezt jobbom. Már azt hiszem az idei játék, vagy már lehet a tavalyiba el kell gondolkodni rajta, hogy biztos, hogy ez a legjobb út? Mert volt olyan játék, amelyikben nem volt ekkora ott az a hurka. Között egyértelmű volt igazából, hogy ott át kell hajítani. Középpenzőny motoredő. És francba. Ez is egy elfut. Hát Q1-be gyorsabb voltam. Pörgesd föl magad, az bármi van. Basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt, padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod így is jobban szív, mint bármelyik csajod.
Piuszki feliratkozott. Márni. Köszönöm szépen. Köszi Piusz. Szervusz, köszi a 32. hónapot. Megint elrontottam, lecsúsztam a csúcspontról az utolsó nagy féktáv előtt. 15-ös után ugrattunk egy nagyot. Igen, lilult, nagyon lilult az a közéső. Meg is ijedte, meg is szeppentem egy picikét. Mondom, mi a fele? Azért annak nem kellett volna lilulnia, pedig azért láthattuk, hogy maradt egy-két tized más szektorokban. Itt találtam a legkorrektebbnek az elengedést, de szerintem ki fogunk esni. Egy minipol, az mondjuk jó. Essünk ki! 11. Valaki elő... Felsztappen megelőz, 11 lesz. Gyerünk. Felsztappen. Most megy át a mindjárt a célvonalon. Szerintem az legalábbis ő lesz. Sőt, biztos. 10. Pont egy versenyző fog megelőzni. Felsztappen, oda néz. 3. Jó! 11! Tökéletes! Jó. A lehető legjobb. Ez a legtutibb, skacok. Higgyétek el. Minipool, friss gumi. Hasta la vista. Ennyi. Jó az. Párgi. Jó ez. 11. Jól van. Jól van. Egyszer nem bírtam, basszus. De ne vigyel, ez szomorú. Ez gyakran előfordul, amikor sikerül minden második, legalább minden második ilyen eset, amikor sikerül korán az időmérőedzésen korán összerakni egy jó kört, utána nem bírom azt már megfutni, vagy megugrani, még felülmúlni. Eddig nézd meg! Hát 2 tized, hát az nem volt benne, hát hogy ne lett volna? Hát... Jajjajjajj. Hogy nem maradt volna? Elvertük a csapattársunkat, ami nagyon nagy eredmény, nagy szó. Hát ott az... Szervusz, sas. Hát a Fire Fantasy-ban nem kell, azt hiszem. Jajjaj, nem kötelező. Úgy emlékszem. Na gyerünk tovább. Hát veszélyes lesz egyébként a 15-ös kanyar, csak máshogy én már nem tudom bevenni. Általában ilyenkor már nem nagyon szeretek változtatni a jól bevett dolgokon. Mert abból szokott a nagyobb baj lenni. De... Lehet, hogy... Nem nyerünk most majd vele az ellenfelekkel szemben. Meglátjuk, hogy mennyire magabiztos az autó. Mert át lehet ott dobni finoman is. Bár azt hozzátenném, hogy sokkal többször jártunk már ott a 15-ösben rosszul, mint a várnál. Az utóbbi időben. Fél évben. Szóval tanulságos. Ebből a szempontból. Mondjuk én ebből személy szerint egyelőre csak annyit mondtam le, hogy hát basszus, azért több teszt kellene, és még stabilabb Berta. És nem az, hogy húha, illetődjünk meg, aztán pánikoljunk. Eközben megvan minden. Gyorsan, súlycsökkentés, hölgyeim és uraim, mindent be kell vetni egyszerűen, mindent is. Jön közben itt a rajtrács, én pedig fél perc múlva itt vagyok. És reménykedjünk jó néhány büntetésben. Good afternoon and welcome to Baku. This was the arena, if you think back to 2017, of one of the most eventful races of modern history, with controversy behind the safety car, last second overtakes, and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year.
It's time for the Azerbaijan Grand Prix. The Baku City Circuit measures roughly 6 kilometers and is made up of 20 corners and 2 DRS zones. The circuit winds around the narrow city, through the old town, and even brushes against the city's medieval walls. However, as beautiful as the setting is, this track is also a ferocious technical challenge, where the smallest of mistakes could lead to catastrophic consequences for all of our drivers. Anthony Davidson is here once again for today's Grand Prix. Why don't we discuss Red Bull? We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs, but this is only the first step down a long road of development, and even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. A fantastic effort from Pierre Gasly yesterday puts him on pole, and P2 goes to Daniel Ricciardo, a strong showing from the Australian. Looking down the rest of the grid, we have Fernando Alonso, Bottas, Lando Norris and Verstappen, Hamilton, Perez, Leclerc and Carlos Sainz. Ferrarik öregem, 9-10, 11, jó. Jó, nem rossz. Visszáll, nem sorolt bennünket a rendszer. Az a lényeg. Antonio Giovinazzi. Nem maradtunk le akkor semmi rossz dologról, hál' Istennek. Nem voltak büntetések sajnos, egyáltalán semmi szerintem, ha jól hallottam. Na kérem szépen. Hát ezt lejjebb veszük ilyen 54 kilóra. És maradunk így. Jó, nem már. Így. És ez lesz igazából a erő taktika. Gumit szerintem lejjebb veszük. Vagy ne vegyük lejjebb? Vagy csak ennyivel, egy picikét? Mert ugye ezáltal kicsikét serkentjük a gumikopást. Szerintem, hogy itt tartunk megint, hogy megint ilyenekkel kell taktikázni, ilyenekkel kell foglalkozni, ahelyett, hogy nyomnánk. Mert ha ez lenne, hát az király volna. De kell, érzem, női megérzés most azt diktálja, hogy kell. És az a helyzet egyébként, hogy a Merci lesz. Várjál. Ha igen. Hamilton közepesen rajtol, Gasly szintén. Ami jó, mert hogyha sikerül neki jó rajtolnia, akkor a lágy gumisokat fölfoghatja egy picikét. Mi nekünk jó lesz, mert mi azon leszünk, hogy minél jobbat rajtoljunk. Mondjuk ez ilyen pályán nagyon nehéz jó rajtolni. Egy-két pilótát lehet előzni, de nem egy... Nem lesz itt ilyen hűden a csinadrattal. Nagyon hamar jön az egyes kanyar. Aztán a kettes. Meg hát itt mindenki szanaszét pumpálja majd az erresét, szóval taktikusnak kell lenni. Inkább itt a következő körre kell fókuszálni. Szépen apránként kell majd előre jönni. Itt ez egy olyan verseny, olyan rajt lesz, olyan első etap, ahol nem arra kell törekedni, hogy az első 2-3 körbe kell széttaposni mindent, hanem folyamatosan. De persze óvatosan. Hosszú távon kell gondolkodni mindenképpen. Na. Közepes gumi egyébként szóval se jöhet, mert nem tettem én. A lágyas rajta legjobb. Azzal lehet a legjobban rajtolni. Meg nem működik nekem ez a keményebb keverékkel való első etapozás. Ilyenkor így hiába minipól, jó hangzik, fordított stratégia, meg lehetne kavarni így a dolgokat. Valószínűsítem, de nekem ez nem. Egyelőre én még nem tartok ott, hogy ezt így lehessen próbálgatni. Ahhoz kicsikét komolyabb tesznek kéne alávetni dolgokat. Mi maradunk így. Jó lesz ez egyébként. Erőből kell itt leverni a fickókat. Abszolút erőből.
nem stratégiából itt van. Elvileg. Nem is tudom, mikor rajtoltam ilyen pozícióból. Ez nagyon jó. You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Gyerünk. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Istálóját, bazd meg! Döntést kell hozni. Döntést kell hozni időben. Utolsó pillanatban van. Aj! A mai összes restartot előjük most. Nem baj, legalább hamar túl esünk rajta.
Egész jó az RS. De RS hatékonyság. Driver. Driver in front. Verstappen is ahead of you. The gap is less than a second. They're on old softs. Their tires are one lap old. We think they've got two stops remaining. Get the time last lap was a 1 minute 45.4. Bah, megint bazd meg. Hát, hogy tapad már így? Ugye reggel nagyon jól állunk. Driver behind. Perez behind, less than a second separate you. They're on old softs. Their tires are one lap old. We think they've got two stops remaining. The time last lap was a 1:46.6. Hát kettő kiálláson vannak. Hát ez arany élet. Csak menni kell velük, az visszát. Baszki, ezek hogy mennek már így? DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Oh, no, no. Get him. That was the fastest lap of the race so far.
Ne. Bassza meg. Hű vissza. Stáloját már, hát nem igaz. Nem hiszem el, bazd meg. Ezt nem hiszem el. Hát... Köszönöm szépen, Péter, az urkolás, szervusz! Abba kell hagyni a driftelést. Nagyon, nagyon jó kell kontrollálni az autó hátulját, mert borzasztó rossz helyzetbe sodortuk magunkat már most. Kell a DRS, kell a DRS, gyerünk. Így. Ott van, gyönyörű. És már jön is be! Önnek be a bunkók! Gyönyörű. Az két kiállás, akkor mindenkitől. Óriási esélyünk van a futam győzelemre, gyerekek. Ezt most mondtam el utoljára. Na megint el fogom kiabálni. Ej, mekkora fricska lesz ez! A kutya fáját! De jól indul a mai nap! Meg is csináljuk! The gap to the car ahead is 3.7 seconds. Itt három kör legalább. De belassultam, bazd meg. Hát gyerünk már! Ez totojázás. Ez ultragáz. Ez az, gyerünk. Expect the grip levels to start falling away soon. Driver in front. Gasly ahead. Gap to car in front is 4.8 seconds. They're on old mediums. Their tires are 6 laps old. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1 minute 40.7. You're losing around 7/10 a lap. Esteban is in the pits. Driver behind. Hamilton behind. Our gap behind is 1.0 seconds. They're on old mediums. Their tires are 6 laps old. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1.41.
Nem vagyok elég bátor. Hát mi van? Opa, opa, opa! A new strategy is available on the MFT. Copy that. After these tires now, we want to finish the race on this compound. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out, we can work on a fix remotely. Tire condition is still looking good. Alonso has just put up the fastest lap of the race. Okay, gap ahead is 2.3 seconds.
P13. You're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. Picciavola. Nem állunk rosszul. Első hely. Your
about a second a lap on the car behind. Session update. Our best lap so far is a 1 minute 39.5. Good race update. You have 11th place. Signs ahead. The gap is less than a second. They're on old mediums. Esteban is behind you. The gap to the car behind is 1.8 seconds. They're on old mediums. The distance to the leader is 19.9 seconds. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. 12 laps to go. Thank you.
Esteban's in for his stop. Hú, de rohadt gyors, fazd meg. Gap to teammate behind is 6.8 seconds. Kicsába bele van. Szerint az első helyünkről. Ebből maximum negyedik hely lehet már csak. Rohadt életbe bele. Megint ugye 15-ös kanyar. Front is 4.1 seconds. Kétszer nem bírtuk ugyanúgy bevenni eddig még, bazd meg. Ez az egészben legfrusztrálóbb. Akkor megvan a tuti recept és nem azt csinálom. Jó, össze fogjuk törni. Itt össze kell szedni magunkat. Ja, úristen. Tipikus az eri nagy díjba az meg, mikor kurva gyors vagyok és nulla eredmény. Mindig ezt el kell játszani itt. Hogy megy így, bazd meg? Ilyen tempója van már. Messze van. Fucker.
Jövünk a... Va, ötödik. Okay, you're within 1 second of the car ahead. Get ready to use DRS to overtake. Be... Tire condition for now. Everything's looking good. Hát elhúz a kormány, bazd meg. Úgy van, persze. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Mi a kurva néni kéde csinálsz, bazd meg? Mi ez vár? Be is törtem a szárnyam, tuti. Nem. Oda. Elsőhiszem. Ezek ennyitől nem törik le. De Monakóba egy milliméter van a fal és az autó között, a szárny között, már törik. Itt meg nem. Jó. Megőrülök, bazd meg egyszerűen. Nem tudom beleélni magam ebbe a szar kurvába, mert valami biztos mindig történik, hát enyhén jobbra kell tartani már ezt a szar kormányt, hogy egyenesen menjen ez a szar kurva autó. Hát nem igaz. Bajnoki cím megy el. Minden esély, úgy érzem. Még csomó verseny vissza van, de akkor is. Ilyen zítszereket kihagyunk, hát az meg, hát ez őrület. Ilyet nem lenne szabad. És megint ez a szar tetves kubikezelés. Megint. A hátsó tapadás. Megint. Minden nagyon erre van panasz. Minden versenyen. Hát 50 körös teszteket nem fogok nyomni, az biztos. Úgy-úgy, még azt a megszeretett, eddig megszeretett pontot is bukjuk most el, légy szíves. Persze. És mi van? Rohadt életbe belehált. For now, everything's looking good.
Nem lesz itt top 6. Mert nincs gumink már, baszki. Egyszerűen nem tudja kezelni ezt az autó. Meg én se. Nem is értem akkor. Nekünk is akkor két kiállásra kellett volna menni. Komolyan mondom. Mondjuk annak se lett volna sok értelme. Nem, itt mindenhogy elvéreztünk volna. Itt fix, hogy nem lett volna első hely. Tánc jele ide vagy oda. Hát olyan lassú vagyok, hogy örület. Tehát elment teljesen a balansz. Hát nézd meg, mint egy drift autó, úgy nézünk ki. Oda nézze, mi ez a különbség a két tengely között? Ez nonsense. Ez nem fér bele. Leclerc, jó van? Idióta. Menj csak befele. Megálljunk Tom lesz az utolsó körökre. Nagyon sajnálom, megint ilyen eredmény. Örülnék neki mondjuk, hogy ott a várnál összeakaszkodnának egymással a pilóták. Kicsit lehetnénk szerencsésebbek ebbe a szezonba is. Rinyagépé változtam. Kemény gumi se lett volna megoldás. Ez meg egy másodperccel lassabb, mint a közepes. Meg mondjuk nem kellett volna itt ennyi stresszelni se. Hagyd magam kizökkenteni. Ja, Pisti. Minden hétvégén van F1 kiveszélő. Ez minden mai F1-es dolog, amit próbáltam kifejteni a véleményem. Beszélgettünk ott jókat. Kívül még van egy kör. Minden ajdénál szokott lenni egy kibeszélő időmérő verseny. Most is volt, csak hát ugye rendkívüli ajdé volt időpont miatt. A mai adásban van benne lényegében, itt Twitch-en lehet visszanézni. Ha most nagyon gyorsan akarnám visszanézni, vagy a bot csatornán majd bizonyos idő elteltével vissza lehet nézni. Külön.
Külön egyébként arról nem volt szó, hogy ahogy okosodnak a... Hát most tarok a gumink, nem igazán tudják használni. Ez inkább szerintem autófüggő. Csapat pilóta függő. Nem igaz, hogy nem bírtam visszaelőzni, bazdmeg. Ja, hát jó van. Ennyi. Utolom itt még. Stálóját bele van. Jaj, mi? Te lemaradtál a futamról. Hát, igazából sok mindenről nem maradtál le. Sajnos nem volt egy túl jó verseny. Here we are then, it's victory in Azerbaijan. Great work from the whole team here at the track and back at the factory as well. And some pretty handy driving for good measure. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. Ú, de elegem van. Talk driver skill all day. If you don't have a solid team to back up, you're never going to get anywhere. Nem csak mérges vagyok. Az meg. Ilyen nagy dőt elfuserálni így. That's when you see results like those we witnessed today. De mit? Nem is tudom, mibe találják vigaszt. Kurva életbe. Aston Martin are really making waves in this sport, and what a special race it was to see them earn the top spot. Alonsót, Aston Martint lehetetlen föltartóztatni ezzel a motorral. Ilyen pályán. Hát úgy mentek, hát... Meg se fordult az ez a fejembe, hogy védekezzek. Édes Istenem. Hány pontot tettünk zsebre? 4-et. 14-ek vagyunk, 87 pontos hátrány. Ezeket meg kellene nyugodni talán, vagy én nem tudom. De ne dumálj már! Dubál is dubál! Let's have yours. You really cut your way through the field today. What was your strategy? Babám! All expectations. Nem lennék így megszorulva, már biztos fölrúgtalak volna a hülye kérdéseid miatt. Na, haladjunk. Jön Kanada, Franciaország. Franciaországban az ott megint nagyon nagy esélyünk lesz a győzelemre. Kanadában meg nem tudom. Olasz, köszi a szurkolást. Nem adom föl, csak csalódáskeltő eredmény. Égyen teljes. Így az izgalmi faktor az redukálódik, az a baj. Ez bosszant föl. Egyetlenül. Fejszével fogom szétverni majd ezt a kormányt szerintem egyszer, vagy megtehetem.
Hát erre a nagy díjra sajnos nem tudtunk hozni fejlesztéseket. A fáját.